Remekül szerepel ebben az évadban a BVSC Zugló fiú gyermek vízilabda csapata, amely a korosztálya az U15-ösök bajnokságának alapszakaszában hibátlan mérleggel mind a 15 mérkőzését megnyerve végzett az élen. Nyilván szeretnénk ott lenni az elején, talán azt mondja, hogy van 4 csapat, aki kiemelkedik a bajnokságban, legyünk köztük, aztán majd haladunk, tehát ez egy fejlődési folyamat, 14-5 éves gyerekekről van szó, tehát elvárások ilyen téren nincsenek, az, hogy fejlődjenek és megtanuljanak vízilabdázni, ez az elvárás. Jöttek egy ilyen egyéni játékos grundvízilabdából a saját szintjükön, ahonnan elindul ez az egész, mindenki próbáljon meg egyénileg valamit csinálni a vízbe, ez alakul át itt már az országos versenyeztetésre csapatjátéka, és ezt kell, hogy megtanulják, hogy posztok vannak, keretek vannak, amiben játszani kell, és talán ebben léptünk nagyot előre, ezért sikerült talán ilyen jól ez a fél évben, mindenki elfogadta azt a pozíciót, ahol szerepel, tudta, hogy annak milyen követelményrendszere van, és hogy miben tud értékes tagja lenni a csapatnak. És ez egy nagyon fontos szegmens ebben a korban, hogy ezek a posztok kialakuljanak, és mindenki érezze az értékét annak, amit csinál. Nagyon jól játszottunk csapatként, és tényleg minden alapjátékosnak megvoltak a maga mozdulatai, de még hogyha nem is volt mindenki ott fejben, volt egy olyan játékos, aki nem feltétlenül számított kezdőnek, vagy ilyesmi, de előre tudott lépni egy meghatározó személyként. Nagyon gyorsan gondolkozunk és gyorsan játszunk, sokat fordulunk le az ellenfélről, illetve hátulról is jól lövünk, jól próbálkozunk, és erősek a játékosaink. Gyorsan tudunk gondolkozni, sok jó játékos van ebben a csapatban, és persze az edző is nagyon sokat hozzátett, hogy minden jól működjön a meccsen. Mindenkinek az a cél nyilván, hogy megnyerje a bajnokságot, de az élem mindenféleképpen egy nagy cél volt, de így, hogy az alapszakaszt sikerült veletlenül zárnunk, így mindenféleképpen az a cél, hogy megnyerjük az országos gyermek bajnokságot. A zuglói fiúk veretlensége azonban nem tartott ki a bajnokság végéig. A csapat a középszakasz felsőházának második fordulójában az FTC vendégeként kapott ki először az évadban. Ez egy fejlődési folyamat, tehát hogyha nincs benne vereség és mindig minden jó, akkor a fejlődési ütem sem olyan, mert mindenki elkényelmesedik, mindenki jól érzi magát a bőrébe, azt hiszi, hogy már mindent tud. És nem is pofont kaptunk, mert nem volt rossz különben a leadott teljesítmény, csak mindenkitől egy kicsit gyengébb, meg egy kicsit más, meg egy kicsit, amikor csapatként kellett volna dolgozni, akkor jöttek az egyéni dolgok. Tehát így kellett a pofon, hogy mindenki azt érezze, hogy mégsem vagyunk annyira kiemelkedőek, meg egyénileg sem, meg csapatszinten, illetve hogy mennyire törékeny ez a mutatvány. Tehát ugyanúgy ott vagyunk valahol ebben a négyes bolyban. Valami jól sikerült, ami egy kicsit kiemelt ebből, de én vártam, nem is erre a meccsre, talán még előtte is, hogy mondjuk ne úgy menjünk bele a januári újrakezdésbe a karácsony után, hogy mindenki ilyen funky hangulatban van, hanem hogy legyen miért dolgozni. Meg egy kicsit eltoltuk a súlyozását is a felkészülésnek, eddig inkább fizikálisan dolgoztunk, most belefért, aztán most kezdünk majd el újra felvenni taktikát, ilyesmiket, úgyhogy kellett is, de nem pofon volt, hanem egyszerűen egy visszaigazolás arra, hogyha nem tartjuk a kereteket, meg nem dolgozunk ugyanúgy, ahogy eddig, akkor bizony elég gyorsan megbicsaklik ez a történet. A BVSC Zugló fiú csapatai egyébként valamennyi korosztályban az élmezőnyhöz tartoznak. A legígéretesebb fiatalok pedig nem csak a klub első számú csapatáig, hanem a felnőtt válogatottságig is eljuthatnak. Erre példa a saját nevelésű Tátrai Dávid, aki 20 esztendősen volt ott a felnőtt EB, majd a VB csapatban, és a klubból a szintén U20-as világbajnok kapusra, Gyapjas Viktorra, valamint Kovács Péterre is számított Varga Zsolt szövetségi kapitánya közelmúltban. Van egy koncepciónk, és igazából azért örülünk, hogy eredmény is van, mert ez lenne a végcél, hogy a piramis tetején levő játékosok a felnőtt csapatokhoz és a felnőtt válogatottokhoz tudjanak csatlakozni. Mindig is egy tradíció volt a BVSC-ben, hogy használjuk szép magyar szóval a saját utánpótlásunkat. Az örömteli, hogyha ez olyan magas szintűre sikerül, hogy a felnőtt válogatottnak is adunk játékosokat. Egyébként az, hogy közben részsikerek vannak, és a bajnokságon ennek megvan az eredménye, ez általában kettő együtt jár, de nem ez a cél, hanem a cél az, hogy felnőtt játékosokat képezünk, illetve mivel mindenkiből nem lehet felnőtt játékos, hogy neveljünk. Mindig vannak erősebb vagy gyengébb korosztályok, a mi munkánk az itt az egész rendszerben, akik dolgoznak, hogy minden gyerek megkapja ugyanazt a képzést, ugyanazon a nyelven neveljük őket. Aztán az, hogy a végén ez mire elég, az mindig azért sok dologtól függ. A legjobb klubban vagyok, ahol lehet, és ebben a fél évben nagyon sokat fejlődtem, mint testileg, mint fejben, mint csapatszinten nagyon sokat fejlődtünk. Olyan edzők és olyan játékosok vesznek körül, meg egy olyan közeg, amiben tényleg keresőt találhatnék jobbat a BVSC-nél.
Látják a gyerekek, látják, hogy hova kell eljutni. Ezért volt nehéz ez a sok győzelem is, mert én tudom, hogy hova kell eljutni, de hogyha elkényelmesedünk, akkor egy kicsit megbicsaklik ez a fejlődési ív. Ezt nem értették, hogy én miért vagyok még mindig vehemens, hogy miért úszunk annyit, amikor hát mégis jók vagyunk, minek annyit, meg akkor mi nem foglalkozunk mással, mert hogy ez csak egy szelet a tortából, és majd oda kéne a végén eljutni, ahol egy Tátrai Dávid vagy egy Mészáros Matyi kilépett, és azonnal egy éven belül mondjuk már meghatározó játékosai voltak a felnőttnek. Most látszik ez a piramis, tehát látják a gyerekek, viszem őket felnőtt meccsre, ott maradnak az ifi meccseken, látják, hogy mi a lépcső, meg látják, hogy az előttük levők hogy fejlődnek, úgyhogy jó ez a sor minta.